Nagyon big. Halipapi mami, mindenkinek, ma Big 12-től fogjuk megkóstolni a hú, nagyon érdekes ízét. Ez elméletileg mentás narancskrém, de valahol azt olvastam, hogy egy pici lime is ott befigyel. Tehát egy nagyon izgalmas dohányról van szó. Ami a különlegessége ennek a Big 12 nevű márkának, hogy úgy oldotta meg, hogy nyomtatom közelről, úgy oldották meg, hogy igazából különböző állatkákat tettek rá a dobozra, és akkor ezáltal jelzik a különböző ízeket. Ugye láttunk már mindenféle megoldást, ilyen fantázia nevek, ilyet még nem láttam, egyébként egy 10-es szám jelzi még pluszba az ízt, ami mondjuk az Alpha Care-hez áll legközelebb, hogy ott van számozás, bár szerintem az egy hát nagyon kellemetlen megoldás, hogy itt ilyen számok vannak, tehát nem tudsz asszociálni semmire. Itt ugye egy kis orrszarvú van rajta, de hát itt a majomtól kezdve mindenféle figurát ők rányomtak, és akkor ebből kell kitalálnod, hogy ez mondjuk a narancskrém. Igazából a narancsot ez a narancssárga kis rész jelzi. Istvánnak egy hatalmas like, bang! Ha esetleg a teszt után felkelti az érdeklődéseteket, akkor a leírásból leteszem, hogy hol tudjátok ezt a dohányt megrendelni, és akkor meg tudjátok nézni, hogy szerintetek milyen. Na de nézzük meg maga az illatát, mert én már annyira kíváncsi vagyok, hogy nem zagoltam még meg ezerszer. Hát most fel is kell egy kicsit kavarnom, mert az illata az egyébként nagyon ellentmondásos azzal kapcsolatosan, amit majd kapni fogunk, annyit azért elárulhatok. Egy picit ilyen szúrós illata van, elég lapos, nem tudom beazonosítani a narancskrémet, egy nagyon picit ugye van ez a narancsos, de nagyon laposan van a háttérben, leginkább a gyömbéresnek a dohánynak a bizarrságára emlékeztet, de túl sok dolgot nem érzünk ebből, tehát még azt sem mondom, hogy annyira szúrós, vagy annyira ilyen szembetűnő, vagy orbatűnő. Hát ez ilyen orvatűnő, érted? Azt se tudom rá mondani, hogy annyira ilyen valami nagyon erőteljes dolgot kapnék, hanem inkább ilyen lapos, egy picit narancsos. Van benne valami ilyen fura, bizarr illat is, nem mondanám rá feltétlenül, hogy ilyen nagyon jó. Valószínűleg ez a lime-nak a kis savanyúságát örökölte az illata. Hát nem túl melasszos a dohány. Pont úgy finoman, egy kicsit azért ebből többet elvárnék, bár lehet, hogy itt száradt már nálam a dohány egyébként. Azt látjuk, hogy ilyen sötét barnás színe van neki, de nagyon-nagyon szép színe van, nekem tetszik. Aprítottsága pedig igazából ez a tipikus ilyen kockává aprított, tehát nem az a nagyon apró, de ilyen kis kockalevelekre van neki aprítva az agya. Na egyébként ezen még lehetne aprítani, én azt mondom, de viszont, hogyha ilyen szellősen tömitek, akkor viszont pont jók ezek a kis kockák, én szeretem amúgy. Nagyon picit lejjebb húzom, mert most az Ignisszel fogjuk megdurrantani, és igazából várni fogunk egy picit vele, és úgy lesz teljes az élmény. És akkor nem égetjük rá az aljára a konzolnak a dohányt most. Mert hát az Ignisznek azért elég jó a hőtartó képessége, szóval ő képes erre a csodáról. Azt elfelejtettem mondani természetesen, hogy a német kiadású dohányról van szó, teljesen német vonala, természetesen. A dohány színéből nagyjából lehet mindig látni, hogy ilyen német vonal, vagy inkább az orosz, mert ugye minél sötétebb, annál oroszabb a dohány. Legalábbis mostanában, ami trendek mennek. Na, de nézzük akkor ezt a dohányt. Rögtön azt tudom mondani, hogy ez a dohány sokkal élvezetesebb szívni, mint szagolgatni. Nagyon érdekes megfogalmazni azt, hogy milyen narancskrémet kevertek ki itt a Big 12-es fiúk, mert nagyon különbözik mondjuk az Alpha Care narancskrémétől, teljesen eltér, az inkább egy süteményes vonal, vagy ott van a GBR, ahol nagyon kiemelkedően édeskés az íze, viszont nagyon könnyű a dohány. Itt ilyen picit fanyar a dolog, ami nagyon tetszik, nagyon izgalmas.
Nagyon fontos, hogy nem egy kirobbanó ízről van szó, tehát nem arról van szó, hogy beszívod és úristen, jön a narancsos krém. Egy picit tompább ez az íz, de valamiért nagyon-nagyon kellemes. Tehát iszonyatosan kellemes. Valamiért már egy az első szívásoknál így megveszi az embert. De ezt még igazából meg sem tudnám mondani, hogy mi a jó benne, mert hogy nem szeretem azokat a dohányokat, amiknek nincs olyan nagyon intenzív íze. Szeretem, hogyha berobban az íz, hogyha lehet róla beszélni. Itt ez a savanykás érzésem van ezzel a narancskrémmel kapcsolatosan. Megmondom őszintén, hogy arra gondoltam, hogy egy narancskrémnek pont ilyennek kell lenni. Szóval már rég vártam egy olyan narancskrém változatot, ami nem ilyen süteménnyel akar engem meghűíteni, vagy nem akar túl ilyen nyálas lenni, hogy ő most nagyon édes, meg közben nagyon vanília van belekeverve, hanem ebbe pont ilyen a narancsnak a... Tehát amikor egy narancskrémet ennék, hát nem tudom, hogy ettem-e már narancskrémet, de hogy mondjuk, tehát azt képzelem el róla, hogy ilyen savanykásabb vonal az sokkal jobb nekem. Most elkezdte hozni ezt a finom narancsízt is. Hát ez nagyon jó. Nagyon jó. Én ezt ünnepélyesen ki tudom jelenteni. Azóta szívtam egyébként ebből már párszor. Akkor is nagyon meglepődtem. Nem tudtam elsőre feldolgozni, hogy ez mi a jó bennem, mi az, de most már megfogalmazódott bennem, hogy igazából pont ez a jó benne, hogy ez nem az a megszokott narancskrém, szóval nekem ez a narancskrém. Ez igen. És egyáltalán nem kirobbanó az íze, tehát érdekes. Pont kellemes, pont jó. Ebből a márkából ez az első, amit próbáltam, megmondom össze, hogy felcsigázott ez a márka engem tökre. Előtte nem kóstoltam semmilyen ízvilágot ebből, ez az első. Szóval ez a kis orszarvú, ez nagyon bejött. Már ha az orszarvú egyáltalán. Ha tök megkóstolnék egy majmot, hogy milyen íze van, vagy egy tigris. Német vonalhoz képest egy picit a füstje az elmarad, ez a felhő, amit fújok, úgy a német dohányoknak azért nagyobb a felhőcskéje, ahogy így ki lehet fújni, én azt mondom. De a kettő között van, tehát nem ilyen óriási füstöket lehet vele eregetni. Egy sárkányt lehet eregetni, inkább nem tudom. Minden esetre elegendő nekem teljesen. Senkit ne rémisszem meg az illata. Tényleg, itt egy tök fontos dologhoz érkeztünk el, hogy nem mindig az illat a lényeg. Ez egy nagyon fontos, erről lehet, hogy egyszer beszélni is kéne, úgy hosszabban. Az African Queen-nél volt, meg ugyanaz a zöld almája annak a márkának, ami olyan kirobbanó illata volt, hogy az ember belenyúlok, és megeszem a dohányt. És mégse hozta annyira azt a feelinget, inkább érdekes volt. Itt meg pont az ellenkező van, ugye, hogy ilyen furcsa illata van, nem is tudod úgy beazonosítani, van kis narancsos, van benne, és az íze meg tök kiváló. Most már nem az első dohány, amit szívok, ami ilyen, hogy illatában elmarad, de az íze meg egyszerűen kiváló. Szóval ne feltétlenül illat alapján döntsetek. Az nagyon fontos, hogy ha bele is szagoltok egy dohányba, és azt mondjátok, hogy jó, ennek olyan illata van, Jézusom, nem biztos egyáltalán, hogy hozni fogja azt, amit kéne. És hogyha elmarad az illat, attól még, hogyha tudjátok, vagy hallottok róla jókat, nyugodtan meg lehet próbálni, ez is egy ilyen dohány. Ugyanolyan a gyömbéres is egyébként, annyira imádom azóta a gyömbéres dohányokat. Azt gondolom, hogy ez a kis lime, ami megbolondítja, bár egy helyen olvastam, hogy elméletileg még lime is van benne, emeltek mentás narancskrém, a mentát nem érzem benne, megmondom őszintén. Tehát egyáltalán nem ilyen frisses érzésem van tőle, hogy ilyen nagyon fú, egyáltalán nincs az a menta, nagyon-nagyon finoman adagolja azt is, inkább a narancskrémnek a savanykás vonala. Hát erről a dohányról annyit tudni kell mondani, hogy kinek ajánlom, aki a narancskrémekkel próbálkozott eddig, az mindenképpen próbálja ki, ez egy tényleg egy más vonal. Aki szereti a citrusos ízvilágot, annak ez kötelező, én azt hiszem, hogy pont egy savanykás narancsos ízvilágot tudtak kihozni belőle,
Kinek nem ajánlom? Hát aki amúgy is a narancstól hülyét kap, az ne próbálja, mert narancs van benne, tehát mindenképpen. A mentásoknak is ajánlom, mert egyáltalán nincsen benne menta, szóval nem fog hülyét kapni, hogy megint ezt a menta ízt érzi. Aki viszont nagyon mentára vágyik, az meg csalódni fog benne, mert nincs benne menta. Viszont egy kiváló keverékről van szó, szerintem nekem nagyon-nagyon bejön. Bármikor elszívható, nem megy az agyadra az íz, folyamatosan hozza ezt az ízt még fél óra után is. Szerintem tök jó. Nagyon jó. Hát köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Vígnapot, polgárok, és bőfüstöt. Halipapi mami.